Itt a Bokor utca tőszomszédságában épül majd az új üzem, amely a körforgásos gazdaság, azaz az újrahasznosítás egyik kontinentális zászlós hajója lesz. Az öntöde jellemzően prémium autóipari felhasználók számára gyárt majd fejlett sajtolási alapanyagot, újrahasznosított alumíniumot. Az alapkő letételen Székesfehérvár városát Varga Tamás országgyűlési képviselő és Cserpalkovics András polgármester képviselte. A polgármester beszédében úgy fogalmazott, egy nagyon jelentős gazdasági és egyben környezetvédelmi beruházás veszi kezdetét. Valójában ezzel az új és modern technológiával új munkahelyeket is létrehoz, és társadalmi felelősségvállalást is a környezetvédelem területén. Cserpalkovics András a cég vezetői mellett a fehérvári munkavállalóknak köszönte meg, hogy elkötelezett munkájukkal, szorgalmukkal hozzájárultak ahhoz, hogy Székesfehérváron valósuljon meg a beruházás. Székesfehérvár 21. századi létének egyik csúcsa lesz a most kezdődő beruházás, a fejlett ipari termelés és a környezetvédelem zászlós hajója, mondta köszöntőjében Varga Tamás. Ez az új üzem nem csak képes lesz az alumínium termékek újrahasznosítására, de úgy lesz képes ezekből a hulladékokból újra nyersanyagot előállítani, hogy a folyamat energiaigénye is töredéke lesz ahhoz képest, mintha új alumíniumot állítanának elő, és azt hiszem, hogy manapság ez nem egy elhagyatott körülmény. Az új öntöde a tervek szerint 2024 első negyedévének végén kezdi meg működését, és közel 80 új munkahelyet teremt. A teljes beruházás várhatóan mintegy 88 millió euróból valósul meg.